Tisztelt jelenlévők, tisztelettel köszöntöm valamennyi vendégünket, a sajtóképviselőit, és engedjék meg, hogy egy történelmi pillanatot jelentsek be itt a sajtó nyilvánosság előtt. Február 2-án volt az első alkalom, amikor dr. Szám Péter úrral jó pár évvel ezelőtt, amikor dr. Szám Péter úrral személyesen tudtam beszélni arról a nehéz problémáról, ami akkor a Zalaegerszegi Atlétikai Klubot, illetve akkor még Royal Fed Zalaegerszegi Atlétikai Klubot érte. A Royal Fed, akkori névadó szponzorunk, mivel nem tudott megvásárolni egy fontos telephelyet Zalaegerszegen, elköltözött Zalaegerszegről, és ettől kezdve a névadó szponzori tevékenységét és a támogatását nem tudta felvállalni. Dr. Szám Péter úr, akivel már korábban ismertük egymást, több utánpótlás verseny támogatója volt, két egész órát szán arra, február 2-án szerdán egy körülbelül egy ilyen nap volt, hogy meghallgassa a problémánkat. Abban maradtunk, hogy próbáljuk leírni, hogy mit szeretnénk. Március 8-án, 2005. március 8-án megszólalt a telefon, és Szám Péter úgy jelentkezett, hogy akkor kész vagyunk-e rá 10 napra. 2005. március 18-án egy pénteki napon megtartottuk a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Klub első főgyűlését, ahol dr. Szám Péter úr és akkor jelenünk Zoltán aláírták a névadó főként. Régi zalaegerszegi érték talált egymásra 90 évvel ezelőtt, hiszen a sport tekintetében a Zalaegerszegi Atlétikai Klub, az informatikai üzletek tekintetében pedig a Zalaszám Kft. Az elmúlt hosszú-hosszú évek során már bizonyította azt, hogy minden tőle felhető segítséggel, támogatással a város mellett áll. Részben az egyik fél évről évre olyan sportolókkal látta el ezt a várost, az Zalaegerszegi összetartó közösséget, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és reménykedünk benne, hogy a 2016-os olimpián ez a dicsőség sorozat tovább fog folytatódni. A Zalaszám Informatika Kft. Pedig olyan innovatív, új kezdeményezésekkel gyarapította ezt a piacot, amely azt gondolom, hogy már 90-es évektől felhívta a figyelmet arra, hogy itt Zalaegerszegen van egy olyan vállalat, amely bátran tud új kezdeményezésekkel előállni, és látható, hogy ennek a cégnek a fejlődése pontosan ezt a bátorságot igazolta. Azért Szakály úr egy igazi sportmenedzser, tehát azért csak kibújtta, hogy ezt a tizediket ő írhassa alá. Ettől egyet. Igen. Szóval ez azért összegért. Nem igazán értettem a dolgot, de ez nagyon ügyesen megszervezte. Na minden viccet félretéve, azt azért lehet látni, hogy picikét öregszünk, mert hogy a múltra azért nagyon szívesen emlékezünk már, a dominózus első, ennek a szorosabb kapcsolatnak az első találkozására, de reméljük, hogy még sokkal fogunk itt találkozni az atlétika, az Zalaegerszegi atlétika érdekében. Annak én nagyon örülök, hogy nehéz vagy nehezebb évek után az utóbbi időszakban egy erősebb háttér rajzolódik ki a klub mögött. A város, én azt gondolom, hogy azt az erős szerepet, ami egy ilyen jelentős szerveződés mögött kell, hogy legyen, fel tudja vállalni anyagilag is, úgyhogy az a anyagi feltételek azért nem javulnak, ezt látjuk. És ezért a város vezetésének, a polgármester úrnak különösen csak olyan hálás köszönettel tartozunk. Mi azt tettük az elmúlt években is, amit bevállaltunk, hogyha úgy gondoltuk sok évvel ezelőtt, hogy ránk támaszkodhat a klub egy meghatározó mérték, leszünk mi az egyik lába a klubnak, akkor azt tartottuk is, még ha kemények is voltak időnként a feltételek, mert azzal tisztában voltunk, hogyha kirúgjuk ezt az egy lábat, akkor lehet, hogy el minden.